Sajtótájékoztatóval zárult a II. Világháború ideje alatt lezuhant csatarepülőgép feltárása Ajka határában. Magó Károly zászlós, a Magyar Roncskutató Egyesület elnöke adott részletes tájékoztatást a feltárás zárónapján. Általánosságban annyit szeretnék elmondani a feltárásról, hogy ez egy katonai és civil együttműködés keretében zajlott. A helikopter dandár és a Magyar Roncskutató Egyesület szervezésében zajlik a feltárás. A Magyar Roncskutató Egyesület kezdte meg az engedélyeztetést, majd az engedélyeztetés után, amikor kiderült, hogy nagy lelet van a földfelszín alatt, akkor pedig a feltárásnak az engedélyeztetését ekkor szállt bele a Magyar Honvédség is, mivel a honvédség számára kifejezetten fontos a hagyományok őrzése, a hős katonák emlékének ápolása. Eljutottunk a feltárás végéhez. Az összes olyan darabot, ami a gödörbe volt, a repülőgépből mindent kivettünk. Most folyik a területnek a eredeti állapotra történő visszaállítása. Nagyon fontos az, hogy minden alkalommal úgy adjuk vissza a területet, ahogy átvettük. Az nagyon fontos, hogy a feltárás során a repülőgép mindegyik részéből kerültek elő alkatrészek. Nagyon jelentős a leletmennyiség, ami azt jelenti, hogy a motortól egészen a sárkány szerkezetig mindenhonnan találtunk darabokat. Ezek jó állapotban maradtak meg, ezek később kiállíthatóak lesznek. A roncsdarabokkal való munka nagyobb része ezután kezdődik majd. Szolnokra fogjuk szállítani a darabokat. Ott át lesznek válogatva, azok, amelyek alkalmasak arra, hogy kiállítsuk őket, azok meg lesznek tisztítva, és majd megtekinthetőek lesznek. Milyen szakemberek dolgoznak itt most jelen pillanatban, hiszen gondolom érteni kell ahhoz, hogyha megtalálnak egy darabot, hogy akkor az a repülőgépnek mely része, úgyhogy itt komoly szakembergárda dolgozik. Az az igazság, hogy azok a kutatók, akik részt vettek ezen a feltáráson, azok több éves tapasztalattal rendelkeznek. Jó magam 20 éve foglalkozok ezzel. Én úgy gondolom, hogy a korabeli dokumentumok, a korabeli könyvek alapján, amelyek bemutatják a repülőgépeket, azok alapján minden alkatrészt be tudunk azonosítani azok közül, amelyek viszonylag éppen megmaradtak. Azt lehet tudni, hogy nagy valószínűséggel az összes alkatrészt itt most föl tudták tárni, és a felszínre tudták hozni, vagy lehet még itt ezen a területen olyan alkatrész, amiért még érdemes lehet keresni, kutatni? Itt a terület teljes feltárása megtörtént. A talajban látszik a repülőgép által ütött kráter, látszik az a rész, amelyet nem bolygatott meg a repülőgép, és látszik, ahova a gép darabjai belefúródtak. Mi ezt a nyomot végigkövettük. A legutolsó fázisban egy detektoros felmérés következik, és akkor így egyértelműen megállapítható, hogy maradt-e még a gépből darab a földben, vagy nem. A gép alkatrészei mellett találtak-e emberi maradványokat a feltárás során? Igen, kerültek elő emberi maradványok. Sajnos olyan lelet nem került elő, amely a személyazonosítást megoldja, tehát a pilótához köthető személyes tárgyakból nem került elő semmi. Így a személyazonosítás majd a közvetett bizonyítékok alapján történhet meg. Tudjuk egyértelműen, hogy egy magyar repülőgépről van szó, tudjuk a típusát, tehát nekünk olyan pilótát kell majd keresnünk, és egy olyan adatbázist kell átnéznünk, ahol azok a pilótáknak a nevei vannak felsorolva, akik Fokevú 190-essel haltak hősi halált, vagy tűntek el Ajka környékén. Jelenleg a kutatások jelenlegi állása szerint egy ilyen pilóta van, aki megfelel az összes bizonyítási szempontnak, ő Sztrókai Géza szakaszvezető, de ahhoz, hogy az azonosítása megtörténjen, további kutatások szükségesek. Mi kell ahhoz, hogy valaki hasonló repülőgép roncsokat találjon, akár a mező közepén? Hát először is szerencse, ugye jó helyre kell menni, másodszor pedig kitartás, mert azokat a területeket, ahol esélyes, hogy repülőgép roncs van, vagy bármi más hadianyag a földbe, azokat hosszú időn keresztül kell kutatni, ez a repülőgép is így került elő. Abból a szempontból ez egy ritka lelet, hogy Fokevú 190-esből Magyarországon eddig 3 darab került elő, de azok német felségjelűek voltak. Ez az első olyan gép, amin magyar felségjel van, tehát a Magyar Királyi Honvéd Légierő repülőgépe volt.